Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból külföldre podcast legújabb adása. A mostani interjú egy olyan történetet mesél el, amely tele van izgalmas fordulatokkal, életre szóló tapasztalatokkal. A beszélgetés egy olyan emberről szól, aki eredetileg idegenforgalmi közgazdászként indult, de 45 évesen úgy döntött, hogy vált, és ma már vezető fejlesztéssel, üzleti mentorálással, valamint csapatok fejlesztésével foglalkozik. Nem mindennapi életút az övé, hiszen eddig már 4 különböző országban élt, és még mindig nem érzi úgy, hogy megállapodott volna. Az első nagy kaland 10 éves korában kezdődött, amikor édesapja munkája miatt családjával együtt Nigériába költözött. Ott találta magát egy idegen kontinens közepén, ott kellett szembenéznie a helyi élet minden kihívásával, a kultúrával, az idegen nyelvvel, és akár egy 8 centiméteres bogárral is, ami rögtön az első este mászott a lábára. Kalandjai később Barcelonába vezették, ahol egy multikulturális városban újra megtapasztalhatta a nemzetközi közösség varázsát. Nagyon szeretett ott élni, jól mutatja, hogy milyen multikulti a város, hogy 16 emberrel ünnepelt húsvétot, és 14 különböző országból jöttek a résztvevők. Aztán családi okok miatt ismét újrakezdésre kényszerült. A beszélgetés során arról is szó lesz, hogy hogyan próbál meg most Ausztriában új otthonra találni, és miért nem ez a végleges otthon, ahol most él, tarts velem. Ha nem szeretnél lemaradni a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra, és ha tetszett a beszélgetés, nyomj egy lájkot. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Én Tornájai Éva vagyok, eredetileg idegenforgalmi közgazdász, de váltottam 45 éves koromban, és most vezetőfejlesztéssel, üzleti mentorálással, csapatok fejlesztésével foglalkozom, és egyébként most a 4. országban, ha jól számolok, élek, és ez még nem az utolsó. Ja, jó felütés, jól indul a beszélgetés. Akkor nem véletlen az idegenforgalom, mint szakirány vagy szakma, hiszen 4 országban, néha most élsz már a 4. országban. Mi volt az első, ahol Magyarország után éltél? Melyik ország volt az, ahova először költöztél életedben? Ja, az 10 éves koromban volt, amikor is egy ilyen kalandos történet kapcsán apukámnak lett Nigériában, Nyugat-Afrikában egy munkája. Ugye ez nagyon régen volt, tehát ilyen állami, de nem diplomata kiküldetés, földmérőmérnök volt, és akkor egyszer csak ott találtam magam Afrika kellős közepén, egy idegen kontinens, idegen nyelvterületen. Úgyhogy ez volt az első, és akkor egészen 17 éves koromig éltünk ott, én ott érettségiztem le először, utána még Magyarországon is pár tantárgyból kellett, de szerencsére a nagy részét elfogadták. Uh-huh. Ja. Akkor jó hosszú ideig éltetek, ott milyen volt gyerekként megérkezni az országba? Hát azért az merőben más kultúra, csak az emberek megjelenését nézzük is, de mi volt még, amilyen őrült nagy változás volt neked gyerekként? Hát a megérkezésre pontosan emlékszem. Tehát, hogy előtte apukám már fél éve kint volt, és akkor ugye anyu készített össze bennünket, meg próbáltam angolt tanulni, amiről aztán kiderült, hogy semmit nem ért az az egy évnyi angolt tanulás, ami előtte volt. Megérkeztünk valahogy hajnalba a repülőtérről abba a házba, ahol édesapám cége biztosított szállást, és arra emlékszem, hogy egy ilyen 10, hát nem 10, de 8 centiméteres iszonyú nagy bogár próbált felugrani a nadrágomnak a szárán, és hogy akkor így minden utolért, amit én Afrikáról addig gondoltam, hogy Úristen, itt meg fogok halni, és hogy ez szörnyű, mert addig semmilyen félelmem nem volt, hanem én arra emlékszem, hogy ilyen nagy kalandnak néztem elébe. Nem különösebben zavart, hogy olyan helyre megyünk, amiről kb.
semmit nem tudunk, apu ismerte, ő szerette, és hogy ez a bizalom így megvolt. És aztán kiderült a bogárról, hogy ez egy olyan bogár, nem tudom, hogy hívják, aminek ilyen nagyon pici lábai vannak, és azért, mert ilyen egyensúlytalan ezáltal a teste állandóan a hátára esik, és úgy próbál meg újra lábra állni, hogy így feldobálja magát, és hát pont ott álltam, ahol ő próbált lábra állni. Úgyhogy ez volt a megérkezésünk hajnala. Ja. Jó, aztán erős kezdés volt. Erős. És hát végül is, ugye ez volt, nem tudom, júniusban, aztán szeptembertől bekerültem, addigra beköltöztünk a városba, ahol iskolába raktak be, ott meg ugye elindult az, hogy egy szót nem beszéltem angolul, így kézzel-lábbal kellett mindent elmutogassak, és apámék szerint már decemberre folyékonyan beszéltem angolul. És ez az iskola után azt tanácsolták, hogy annyira túl képzett vagyok a magyar általános iskolák után, meg hogy Nigéria angol gyarmat volt, minden az angol tanítási rendszerint ment, ráadásul ez nem, tehát csak pár évvel azután volt, ahogy a függetlenségét ugye a gyarmati kor után elérte, és ott 12 éves kortól kezdődött a gimnázium, és engem, tehát javasoltak rögtön egy év múlva, hogy felvételizzek a gimibe, és akkor ott meg 5 évet jártam. Iskola akkor ilyen formán könnyen ment neked? Tehát az egy gyengi, jóval gyengébb oktatási rendszer, és még annyi a kérdés, hogy akkor te állami iskolába jártál, vagy valami nemzetközi? Nem, volt ott pár száz kilométer egy amerikai iskola, és vannak is a mai napig barátaim, akik oda jártak, de én helyben, tehát nem vállalták anyuék, hogy én a boarding schoolba, kollégiumba menjek, úgyhogy én állami iskolába jártam. Az általános az ilyen nagyon vegyes általános iskola volt, a gimnázium az pedig egy ír apácák által vezetett lányiskola volt, és azért ez lett, mert ez volt ott a legjobb iskola Írében. Úgyhogy azt nem mondom, hogy könnyű volt, megtanultam, amit kellett, de hogy ilyen, ja, hát érdekes volt így, hogy csak lányokkal végigjárni az 5 évet, és ráadásul úgy, hogy az osztályomban én voltam az egyetlen európai, volt még egy félvérlány, aki német és nigériai keverék, és egy indiai lány. Így, és a többi azok mind helyi lányok voltak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy te voltál egyedül fehér ja. diákok között? Hát hogy úgy, hogy európai, igen, de volt a másik osztályban, tehát hogy az, hogy most fehér vagy nem fehér, az ugye nem számított, mi voltunk az expatok, és ezért sokszor kaptunk is, ugye, mert az volt az iskolának a szabálya, hogy a helyi lányok azok bentlakásos suliba kell, hogy járjanak, és mi pedig jöttünk-mentünk reggel meg délután. És hogy ezért mindig volt egy ilyen, vagy hát nem volt, néha, amikor valami miatt vita volt, akkor ez mindig előkerült, hogy mer bezzeg. Ti vagytok az elitek, akiknek nem kell itt lakni. Úgyhogy ilyen volt. Amúgy milyen volt így a diák közösség, mennyire fogadtak be maguk közé, voltak-e ott barátaid? Ez nagyon érdekes, mert pont most máshonnan mondom, hogy pont pár éve volt Londonban egy osztálytalálkozunk először az érettségi után, tehát így nagyon sok év, tehát több mint 30 év eltelt nagyjából, és hogy egyrészt ugye az osztályom fele az vagy Londonban él, vagy Amerikában, tehát hogy oda nagyon gazdag helyi lányok jártak, jóval tehetősebbek, mint bármelyikünk, akik ott külföldiek voltunk. A suli alatt nem volt nagy keveredés a bent lakó lányok meg az expat lányok között, mert hogy mi ugye szabadon, tehát hogy nekünk szabad volt menni délután mindenhova, ők meg benn voltak a suliba folyamatosan.
Úgyhogy nekem a társaságom az igazából az iskolán kívül alakult ki 13 éves koromra. Az angolok szerintem jól csináltak pár dolgot, például azt, hogy klubokat nyitottak mindenhol, ahol legalább volt mit csinálni. Tehát, hogy ez egy ilyen porfészek volt, ahol mi éltünk, Kánó város, Nigéria északi részén, volt sárkonyhos rész, voltak modernebb részek, de hogy itt nagyjából semmi nem volt, és akkor ezekbe a klubokba lehetett elmenni, mondjuk moziba, volt ilyen szabadtéri mozi, vagy medence volt, ami épp ha ki volt tisztítva, akkor lehetett használni, voltak teniszpályák, meg volt golfpálya, és akkor itt lehetett találkozni a többiekkel. Úgyhogy nekem az időm nagy része az délutánonként itt telt el. És akkor ott lett egy ilyen nagyon vegyes, nagyon multikulti társaságom. Akikkel egyébként azóta is kapcsolatban vagyok nagy részükkel. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy találkozni csak egy-kettővel tudtam azóta, de hogy egy ilyen WhatsApp meg internetes kapcsolat az van. Mi volt ott a legerősebb élményed, ha csak egyet kellene kiemelni, ami úgy mindig eszedbe jut, hogyha Afrikára gondolsz, akár jó, akár rossz? Én ott nagyon szerettem lenni, tehát hogy nekem az nagyon mély hatást tett az életemre, és hogy ha van valami, ami így eszembe jut, két dolog, az egyik, hogy nem számított, hogy ki honnan jött, milyen bőrszínű, milyen vallású, hogy mi együtt voltunk egy társaság, és ez ugyanígy vonatkozott a felnőttekre is, tehát hogy egy idő múlva, hogy a barátaim szülei is megismerkedtek az én szüleimmel, és akkor elkezdtek így összejárni, mert hogy ott tényleg nem volt más program. Kevés volt a magyar, nem is feltétlenül akart mindenki azzal a négy magyarral ismerkedni, mert hogy nagyon eltérő hátterű emberek voltak. Úgyhogy hogy nekem ez a multikulti, tehát hogy ez egy jó dolog, én ezt vallom. A másik meg az, hogy lehet egy helyen bármilyen büdös, meg sok bogár, meg betegség, meg piszok, meg por, meg nem tudom mi, hogy nem ezen múlik a boldogság, hogy valahol külföldön hol vagyunk, hanem tényleg az embereken. 7 év után, 17 évesen milyen volt aztán visszaérkezni kis hazánkba? Hát én utáltam. Nagyon. Nem volt jó visszaköltözni? Nem, mert ugye, tehát hogy én pici voltam még, amikor elmentünk, és nekem ott nagyon jelentős barátságaim lettek. Még azt is mondom, hogy a gimnáziumba is, de hogy az egyéb társaságból, és én nagyon szenvedtem attól, hogy visszamenni. Arra emlékszem, hogy az egy ijesztő volt egy darabig, hogy úristen, lemegyek az utcára, és mindenki fehér. És hogy tudom, hogy ez ilyen bénán hangzik, de hogy ugye nem ehhez. Tehát, hogy mi elég keveset voltunk Magyarországon közben. Nagyon messze volt, meg nagyon nehézkes volt mindenféle ok miatt hazamenni. Hát ugye aztán elindult az élet, kellett valami egyetemi végzettség után nézni, meg elkezdtem dolgozni közben, tehát én úgy jártam ki, akkor az még főiskola volt, most már egyetem, hogy közben dolgoztam egy akkor nyílt ötcsillagos szállodában, mert ugye angolul meg folyékonyan beszéltem, és akkor az egy picivel jobb volt, de hogy én nagyon sokáig szenvedtem az miatt, hogy így a megszokott életem véget ért nagyjából. Kivettél szakítva, igen. A baráti társaságból. Hoztál-e haza valamilyen szokást, amit tartottál sokáig, vagy esetleg a mai napig is tartasz? Hát biztos ez a nyitottság, ez a nyitott gondolkodás, ez a elfogadás, befogadás. Meg még arra emlékszem, hogy a COVID alatt pont volt egy ilyen üzenetküldés a nigériai lányokkal, van az osztályunknak is egy ilyen WhatsApp csoportja, és akkor az egyik libanoni lány, aki Londonban él, az írta, hogy
Úristen, hogy már a 6. helyen volt, és nem lehet WC-papírt kapni, és akkor így írtunk neki, nem csak én, mások is, hogy de hát Laila, hát olyan helyen nőttünk fel mindannyian, ahol volt, hogy 6 napig nincs áram. Úgyhogy léci, ezen ne problémáz. És hogy azt gondolom, hogy ezt a fajta gondolkodást, hogy igen, túlélhető az ilyen diszkomfort, hogy talán ez az, amit így eszembe tudok juttatni, amikor így vannak ilyesmi nehézségek. Talán ez. Mikor jött el a második költözés életben? Ja, hát én folyamatosan költözni akartam egyébként, de az sokára jött el, mert vett egy olyan fordulatot az életem, hogy a szálloda után én elkezdtem egy utazásirodába dolgozni, és akkor onnan meg jött egy lehetőség, hogy egy saját utazásirodát csinálni, és azt imádtam már az utazásszervezést, csak kiutaztatást csináltam mindig, hogy olyan dolgokat csinálni, és olyan helyeket megmutatni, amikben nem csak az a szépség, hogy áll egy szálloda, és mondjuk tiszta a lepedő, hanem hogy a helyi kultúrákat megmutatni, meg hogy minél többet megismerni egy adott helyről. És akkor, amíg az tartott, az nagyon jó volt, és akkor így nem jutott eszembe, hogy költöznék, bár az igaz, hogy egyszer közben elmentem Londonba egy állásinterjúra. De nem volt elég jó az ajánlat, úgyhogy nem mentem el. Gondolom ez az utazás szervezés sok utazással is járt. Igen, hát állandóan utaztam. Igen, állandóan utaztam. Hova utaztattál? Egyszer végig számoltam a világ térképen 60 országba. Úgyhogy nem mindegyikbe jártam. Tehát, hogy tudtam úgy is utaztatni, hogy nem ismertem az adott helyszínt, és mégis működött. Hát így Európa nagy részén többször voltam, Dubajba voltam, Marokkó, Egyiptom, Hawaiion, Amerika bizonyos részein, Dél-Amerikába, úgyhogy elég sok helyen. Ja. És volt olyan, emlékszem, amikor így szinte hetente mentem valahova, mert mit tudom én, le kellett, tehát arra emlékszem, hogy elmentem Párizsba egy napra, mert le kellett tárgyalni egy éttermet és egy szállodát a helyi partnerrel egy céges csoport számára, és nekem nem volt több időm, tehát hogy ott megnézem Párizst, hanem elmentünk, megnéztük a hotelt, az éttermet, és akkor annyit, amennyit meg tudott mutatni ez idő alatt a városból, annyit láttam. Az összes többi az meg azóta se voltam Párizsba. Ja. A Párizs fehér folt maradt neked. Hát mondjuk, fogjuk rá. Ja. Aztán egy ponton eladtad a céget, ennek mi volt az Igen. Oka? Hát ott nagyon sok minden történt egyszerre. Magánéleti dolgok, családi dolgok. Volt egy ilyen elég szörnyű sztorim, hogy vettem egy lakást, és kiderült, hogy a lakásmafiától is kilakoltattak. És ez a sok minden egyszerre, ez iszonyatosan elfárasztott, és akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor ezt én így azon a színvonalon, ahogy csinálni szeretném, nem tudom most csinálni. És akkor, amikor eldöntöttem, hogy eladom, akkor ugye nem volt még a fejembe, hogy meg mint, de végülis 2 hónap múlva így lett rávevő, és akkor 1 év múlva meg aláírtuk a társasági szerződést, ami szerint kiléptem a cégből, tehát így volt egy ilyen átmenet. Eladtad a céget? Igen. Én előtte pont ez a kilakoltatásos sztori közben mindenhova elutaztam, ahol rendezett körülmények között lehettem. És pont akkor voltam egy, ugye, hogy az utazásirodások azért kaptak kedvezményeket bizonyos helyeken, és én kaptam kedvezményt egy Barcelonából induló hajóútra, és elmentem egyedül egy ilyen nagy, hát mi képviseltünk egy csomó ilyen hajótársaságot, és elmentem
erre a hajóútra, és előtte azt hiszem másfél napot voltam Barcelonában, mert azt már egy korábbi útból megtanultam, hogy olyat nem csinálunk, hogy aznap megy a repülő, amikor a hajó, mert Miami-ban majd nem lekéstem így egy hajót, mert késett a repülőgép 6 órát egy vihar miatt, úgyhogy voltam Barcelonában, és akkor azt mondtam, hogy ha ez a sztori jól sül el, nem tudom, hogy, de én ide ki fogok költözni. És akkor utána ugye meglett a döntés, hogy eladom a céget, tehát az még később volt, amikor én azt mondtam, hogy annyira fáradt vagyok, hogy így nem, tehát nem lehet normálisan szolgáltatni. És akkor eladtam a céget, és ki is költöztem Barcelonába. Mert azt érezted ezen az úton, hogy tudnál ott élni? Vágytál oda? Nem, egyszerűen az első benyomások olyanok voltak, hogy ugyanez a multikulti, amiben én felnőttem. Ugye Barcelona egy nemzetközi város, tehát hiába katalán, de hogy mégis ott nagyon-nagyon sok külföldi él. Tehát ahogy lettek aztán barátaim pillanatok alatt, még emlékszem, hogy a kiköltözésem után csináltam egy ilyen húsvéti ilyen brancsot, mondjuk így, és 16-an voltunk 14 országból, és mindenki Barcelonában élt, tehát hogy a 16 emberből senki nem volt, aki éppen csak nyaralni, vagy vakációzni jött volna. Honnan alakultak ezek a barátságok? Volt egy ilyen, vagy van most is egy ilyen nagy nemzetközi közösség, a világ nagyvárosaiban, az a neve, hogy Internations, és arról én már korábban tudtam, hogy minden hónapban szerveznek egy olyan találkozót, ahol ugye az ott élők, meg a külföldiek is, tehát hogy bárki mehet rá, és akkor van valami program. És hogy én ott ismerkedtem meg valakivel, de végül is a legjobb barátom, az onnan lett, hogy amikor az első lakást akartam bérelni, akkor két ingatlanossal leveleztem, és az egyik az állandóan nagyon kedvesen válaszolt, és mondta, hogy bocs, csak este tud válaszolni, mert napközben éppen sétálgat most 2 hetet a Caminón, és aztán nem az ő lakását vettem ki, hanem a másikat, és annyira rosszul éreztem magam attól, hogy ő ennyi e-mailt küldött nekem, hogy amikor kiköltöztem, akkor írtam neki, hogy van-e kedved velem egy kávét meginni. És egy katalán fickó, aki sajnos tavaly meghalt egy ilyen szörnyű egy év alatt lezajló rákban, de hogy ő lett a legjobb barátom. És az volt, hogy szólt az összes ismerősének, tehát hogy ez így a kiköltözésem utáni második hónapon belül, hogy figyeljetek, itt van ez a csaj, fogalma sincs, hogy mit keres itt, de hívjátok meg, ha van valamilyen program. És nekem 1-2 hónapon belül tele lett a telefonom nevekkel. Tehát, hogy ott nagyon könnyű volt ismerkedni. Aztán valahogy bekeveredtem egy svéd társaságba, onnan is van a mai napig egy nagyon kedves barátnőm. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon vegyes. Mennyi ideig éltél ott? Hány évig? Hát így egybe egy olyan másfél évet, de utána én még sok évig, én akkor apukám betegsége miatt költöztem vissza Magyarországra, viszont ennél a barátomnál laktam sok éven keresztül, ilyen 2-3 hónapokra visszamentem. Úgyhogy így nagyon tartós kapcsolatom volt Barcelonával, nagyon-nagyon szerettem. Miért a múlt idő, hogyha ennyire szeretted a várost? Hát már úgy visszaköltöztem Magyarországra, apunak egyszerűen, tehát hogy nem tudtam kezelni onnan a helyzetet, hogy megözvegyült, ugye édesanyám még az utazási radás éveim alatt halt meg, és hogy apuval komolyan egészségügyi problémák lettek, és én ezt onnankintről nem tudtam kezelni. És aztán úgy voltam, hogy ugye akkor jött nekem ez a szakmaváltás, hogy bizniszt építek újra, hogy akkor most nem annak van itt a helye, hogy költözgessek jobbra-balra, hanem hogy otthon, tehát apuval lenni, intézni, amit kell, és közben meg elindítani ezt az új szakmát.
Hogyan sikerült kialakítanod az új vállalkozást? Hát ilyen hullámzó, szerintem minden vállalkozás az, hogy hol fent, hol lent. Volt egy fogadalmam, hogy úgy akarok dolgozni, hogy bárhonnan tudjak a világról dolgozni. És hogy hát ugye mindennel, amit csinálunk, van nyereség és veszteség. Itt ennek az a vesztesége, hogy bizonyos munkákat nem vállalok el azért, mert nem tudok, vagy nem akarok vele utazni. És a nyereség meg az, hogy tényleg bárhonnan tudok dolgozni. Így másféle ügyfélkört kellett kialakítsak, mint ami a megszokott. Ugye ez a 2012-13-ban indult ez az egész, akkor még azért nem volt ennyire megszokott az, hogy tanácsadó coachként online dolgozunk. Én már akkor így dolgoztam, és egészen csodálkoztam azon, hogy sokan csak a COVID alatt jöttek rá, hogy ez mennyire egy hasznos lehetőség. De hogy tényleg az, és hogy tényleg lehet így is dolgozni. Hát van még hova fejlődni továbbra is, hogy közben mindig volt valami, ami így megakasztotta a folyamatot. Meg hogy közben én is változom, és hogy változik az, hogy én milyen témákkal foglalkozom szívesen, milyen témák találnak meg. Most pont egy TEDx beszéd előadóját fogom felkészíteni a beszédmondásra, ami hihetetlenül izgalmas, hogy jól el tudja mondani a történetét, de hogy van egy csomó ilyen nagyon inspiráló munka. Miközben építetted az új karrieredet, benned volt továbbra is ez a vágy, hogy menni valahova, új országot, új helyet, új embereket megismerni? Hát igen, ezt csak később tudtam meg, hogy van egy olyan jelenség, ami most már tudományosan is bizonyított, az a neve, hogy Third Culture Kids, ez a harmadik kultúrájú gyerekek, hogy úgy van, hogy az első kultúránk azok a szüleink, amiben felnövünk. A második az az útlevél szerinti országnak a kultúrája, a harmadik pedig az, ahova gyerekként, vagy ahol gyerekként az életszakaszhoz képest egy jelentős korszakot élünk. És hogy nekem ugye a tinédzser éveim azok egy ilyen nagyon harmadik országban voltak, tehát hogy nagyon más kultúrában, és hogy az úgy szólnak ezek a kutatások, hogy azok a gyerekek, akik, és most már ugye nagyon sok ilyen gyerek van, tehát nagyon sokan nőnek úgy fel, hogy vagy itt is vannak barátaim, hogy vegyes házasság, és nem tudom, hanyadik helyen laknak, ugye akik diplomata munkát végeznek, meg ez a külföldön dolgozom X helyen, és utána megint egy negyedik, ötödik országban, hogy azok bárhol élni tudnak, és közben gyökerük meg sehol nem lesz. Úgyhogy bennem ez mindig így lesz valószínűleg, hogy vágyni fogok, vagy kíváncsi leszek valamilyen másik országra, de hogy ugye azáltal, hogy én angol nyelvterületen nőttem fel, és én sok évig angolul gondolkodtam, hogy én egyszerűen ki akartam próbálni Londont. És ott volt mindig egy állás, amiről tudtam, hogy mi az állás, egy idegenforgalmi állás. Ahhoz kapcsolódik, hogy a világon vannak ilyen nagyon nagy turisztikai vásárok, és annak van egy olyan programja, ahol meghívnak egy csomó vendéget, hogy aztán tárgyalásokra küldjék őket a kiállítókkal. És én nem tudom hány éven keresztül pályáztam ugyanerre az állásra, mert azt gondoltam, hogy ez nekem tökéletes lenne, és akkor ezzel ki is tudnék menni Londont kipróbálni, meg hogy ugye hát az osztályom fele az ott él, tehát hogy nem egy olyan helyre megyek, ahol nincs semmilyen ismerősöm. És akkor azt hiszem a negyedik évben sikerült bejuttatni a CV-met a HR-re, és akkor fel is vettek ilyen online interjú által. Úgyhogy éltem akkor végül csak fél évet Londonban, mert az állásról kiderült, hogy egyáltalán nem az, ami volt, vagy amit ígértek.
És ugyan a társaság nagyon jó volt, és akkor ott is van az, hogy van, akikkel a mai napig kapcsolatban vagyunk. Nagyon nemzetközi volt a csapat, akikkel dolgoztam. Tehát volt olasz, volt görög, ciprusi, török, új-zélandi, dél-afrikai kolléganőm, meg kollégám. És, de aztán én egy fél év múlva nem felmondtam, és akkor megint vissza Budapestre. Melyik év egyébként? Ez 2016 volt. Uh-huh. Te ilyen könnyen barátkozós nőnek tűnsz nekem így a történeted alapján. Tehát, hogy elköltözöl és hip-hop lesznek barátai. Van, ahol. Nem mindenhol sikerült ez, mint a mostani példa mutatja Ausztriában. De hogy van, ahol, igen, igen. Én azt gondolom, hogy könnyen, és hogy ez is biztos, hogy abból jön, hogy tehát ugye be kellett illeszkedjek egy teljesen idegen kultúrába gyerekként. Tehát, hogy ott nem volt az, hogy most otthon ülök és magyar könyveket olvasok, hanem egyszerűen be kellett illeszkedni a helyi viszonyokba. Mióta jössz Ausztriában? Hát ez a leghosszabb, pedig nem is ez a legjobb. 2020-ban pont a COVID lezárás előtt egy héttel érkeztem, egészen véletlenül, és akkor hát ugye jött az, hogy nem is tudom, másfél évig így sehova nem lehetett mozdulni nagyjából. Az ilyen nagyon furcsa volt végigcsinálni úgy itt a COVID-ot, hogy az első 4 hónapban azt hiszem ilyen dobozok között ültem, mert rendeltem bizonyos bútorokat az IKEA-ból. És akkor fölhívtak, hogy hát kiszállítják, de hogy a szállító brigád nem léphet be a lakásba, mert az volt a szabály, és hogy akkor jó lesz-e, ha a 20 dobozt leteszik az ajtó előtt, és mondtam, hogy köszi, nem. Ezt így akkor hagyjuk, és akkor megbeszéltük, hogy jó, majd akkor x hónap múlva, amikor már lehet majd megint jönni, akkor majd szállítják, úgyhogy valahogy 4 hónap múlva lett szekrényem. Azért is nagyon érdekel, hogy miért pont Ausztriára esett a választásod, mert hát egyrészt mondod, hogy nem érzed olyan jól magad, nem sikerült olyan jó kapcsolatokat kialakítani, se nem angol nyelvterület, tehát mi szél fújt téged pont Ausztriába. Hát én ezt annak tudom be, vagy így raktam össze magamba, hogy ugye az nagyon nehéz volt azt megélni, hogy amikor Barcelonában laktam, akkor az apuval való nehézségeket mennyire nem tudtam kezelni. Semmilyen. Tehát magamba sem, meg vele se. És hogy az volt, hogy jó, akkor költözöm, de hogy újra, de hogy akkor egy olyan helyre, ami elég közel van, hogy beülök az autóba, nem kell repjegyet nézegetni, beülök az autóba, és pár óra alatt Budapesten vagyok, hogyha kell. És ugye ezt elkezdtem így, hát nem is tudom mikor, ilyen 2018 tájékán előkészíteni. Ismertem ezt a régiót, ugye a turizmusból fakadóan itt volt olyan helyismeretem, jöttek ide céges csoportok, meg sícsoportok, tehát hogy nagyjából ismertem. Melyik régió ez pontosan? Ugye mi beszéltünk ez, róla. Igen, hogy még nincs kimondva. Ez Karintia, déli része Ausztriának. Azt mondják itt, hogy ők utálják legjobban a külföldieket, hogy innen származik a szélső jobb párt is. Tehát, hogy így ez volt az első információ, ami jött, amikor így elkezdtem nézni, de hogy közben én megismertem itt például egy nagyon jó fej szállodatulajdonos nőt, aki nagyon laza, nagyon jó fej, nagyon kedves, nagyon sokat segített is itt nekem, és én azt gondoltam, hogy majd mindenki olyan lesz, mint ő. És maga a város az Villach, ez pedig Tarvíziótól, ami ugye az olasz határnál van, 30 kilométerre van, és itt a 30 kilométerre van a szlovén határ is. Úgyhogy ez is egy ilyen, igazából ez is egy nemzetközi hely. Itt nagyon sok a külföldi most már, mert van egy nagyon nagy cég, több ezer dolgozóval működő cég, mikrocsippeket gyártanak, és
állítólag nem voltam még belül, de sok mindenkit ismerek onnan, akik ott dolgoznak, 70%-uk külföldi, hozzák ide a világ legjobb szoftvermérnökeit, meg ilyen hardveres mérnökeit dolgozni. Úgyhogy például Villach egy nemzetközi város. Igen, jobb lenne, ha jobban tudnék németül, de hogy nem tudok jobban németül. Ez az oka szerinted, hogy nem sikerült ilyen mélyebb barátságokat kialakítani? Nem, talán bennem is van egy, hogy nem teszek bele annyi energiát, mint máshol. Nekem itt nagyon őszintén az első fél évem az pokoli volt. Olyan élményeim, rossz élményeim voltak annak kapcsán, hogy én külföldi vagyok, amikkel én sehol nem találkoztam a világon. Micsoda, mondasz példát? Hát például, ugye van egy jogszabály, hogy át kell iratni az autót egy hónapon belül, ugye a COVID miatt nem lehetett semmit intézni hónapokig, és amikor eljutottam oda, hogy átiratom, akkor itt a helyi ügyintéző, ahova egyébként logikusan mennem kellett, az közölte, hogy azért, mert valami, nem tudom mi, nincs meg valami igazolás, hogy ő nem tudja megcsinálni, és úgy volt, hogy a magyarországi forgalmazótól német igazolást küldtek ki neki, amivel teljesen hivatalosan igazolták azt az adatot, amit ők kerestek, és így sem, és közölte ez a hölgy, ilyen több barátságtalan nő volt, hogy nem, és hogy menjek el innen Klagenfurtba, ami 35 kilométerre van, egy ilyen vizsgáztató állomásra, és majd ott megcsinálnak mindent. És akkor amennyit kell, én tudok németül, de ott az ügyintéző fickó így rám néz, és azt mondja, hogy de hát miért nem Villachba csináltattad meg, ott is van egy ilyen állomás. Tehát, hogy elküld oda. Aztán kellett nekem egy apró műtétre mennem itt a helyi kórházba, már rögtön szeptemberben, és üvöltött velem a helyi főorvos, hogy én hogy képzelem, hogy nem beszélek németül, és neki most egy ilyen jogi szöveget nekem angolul kell elmondjon, és mondta ezt folyékony angolsággal. Egy olyan vizsgálat előtt, ami hát egy nőgyógyászati vizsgálat, a legnagyobb bizalom kell ahhoz, hogy ezt nőként te is tudod, meg minden nő tudja, hogy milyen érzésekkel vagyunk egy nőgyógyásznál, és hogy ezután elfogadni tőle, hogy majd amit ő mond, akkor azt szerint műtenek, vagy nem műtenek. És hogy volt még egy pár ilyen, de hogy így ez így ömlesztve nekem, ez így nagyon, nagyon sok volt, és hogy lehet, hogy ez így rá is nyomta a bélyegét több mindenre az eleje. Meg hát nyilván egy ilyen nagyon furcsa időszak volt ez a COVID időszak. De hát ott vagy már akkor ides tova 4 éve. Igen. De jól számolom, mik a terveid a jövőre nézve? Hát, hogy keresem a következő helyemet. Én szerettem volna Barcelona környékére visszamenni, de ott olyan drágaság lett a COVID alatt után, hogy az most nem fér bele. Illetve most, hogy ez a nagyon jó barátom meghalt, hogy így félnék is most így érzelmileg oda menni. Úgyhogy nézem Spanyolország másik részét, mert hogy spanyolul, hát azt nem mondom, hogy jól, mert ugye 10 éve nagyjából nem használom a spanyolt, de hogy azért, ha kell, akkor el tudok beszélgetni spanyolul, meg tudom magam értetni, meg is értek nagyon sok mindent. Az így nekem sokkal könnyebben ugorható ez a nyelv, mint a német. Illetve van még a fejemben más is, de hogy így, tehát hogy egyszerűen az a költözés, meg volt itt időszak, amikor egy szörnyű lakásból költöztem ki, és utána nem volt hol laknom, mert nem adtak nekem a helyiek bérbe lakást,
és egy csomó idő elment. Azért mondom, hogy ilyen hullámvölgyek vannak a bizniszépítésben, mert volt idő, amikor folyamatosan lakást kerestem, a közben még nem lehet dolgozni, vagy nem, tehát, hogy nem tudtam dolgozni normálisan. Úgyhogy most az jó, hogy tudok dolgozni, van hol laknom, és hogy nézem, hogy mikor és merre megyek tovább. Ugye a gyerekkori emlékeid téged Afrikához kötnek, onnan vannak a gyerekkori barátaid, ami ugye a legerősebb baráti kötődés az ember életében. Voltál-e azóta ott, visszamentél-e? 19 éves koromban visszamentem, igen, egy hónapra libanoni barátokhoz, ott laktam náluk, és aztán megfogadtam, hogy soha többet nem megyek vissza, és hogy a képek, amiket küldenek azóta, hogy lepusztult minden, meg nagyon, hát, hogy itt nagyon megváltozott az országnak az a része, ez ugye a Boko Haram által vezetett rész most már sajnos, és olyan törvényeket iktattak be, ami már nem az a szabad hely, amiben én felnőttem, és hogy szeretném így megtartani az emlékeimet. Lehet, hogy majd egyszer leszek olyan bátor, hogy visszamegyek. Vannak még ott is barátok, akik ott élnek, de egyelőre nem. De a Távol Afrikától filmet 17-szer néztem meg, azt tudom, mert hogy pont az a táj, az a minden működés, ahogy én voltam gyerek. Ja. Van-e ilyen egy tanulság annak, hogy te ugye 4 országban éltél már, egy világlátott ember vagy, mit szűrtél le ennyi költözés után? Hát talán az, hogy mindenhol másképp jó és másképp rossz, és hogy amit én érzékelek, ugye én egyedül vagyok, úgyhogy nekem muszáj társaságot keresnem, és barátokat találnom, és kapcsolatokat építenem az adott helyen, és hogy én nagyon sok házaspárnál, vagy családosnál látom, hogy nem nyitnak a helyiek irányába, és ezért sokkal nehezebb egy adott országban élni, hogyha nincs ez a nyitás, hogy nekem itt is lett helyi barátnőm, ráadásul pont 500 méterre lakik tőlem, és hogy hihetetlen érdekes dolgokat lehet tőlük, tehát hogy mindig a helyi emberektől tanulni, és sokkal könnyebb a beilleszkedés. Ugye, hogy attól lesz nehéz szerintem egy beilleszkedés, hogy nincsenek kapcsolatok, meg fogoldzók, és hogy én rá vagyok kényszerítve, mert megbolondulni nem akarok a 4 fal között, meg nem is azért költözöm egyik helyről a másikra, hanem pont azért, mert érdekel. Tehát ez, ahogy az Albert barátom Barcelonában, hogy én minden olyan titkos dolgot, amit a turisták nem ismernek meg egy városban, én tőle általa láttam meg, és tanultam meg, és hogy nagyon sokat jelent az, hogy helyben ismerkedni. Úgyhogy talán nekem ez a legnagyobb tanulságom, és hogy akkor könnyebb is lesz. Mert egy külföldre költözés azért nem egy egyszerű történet.